Az adóhatóság tájékoztatója szerint elkezdődött a folyószámla kivonatok és a késedelmi pótlék értesítők kiküldése. Első körben a gazdálkodókhoz érkezik meg a tájékoztató, de szeptember végére már a magánszemélyekhez is eljut. A NAV az egyenleg megállapításánál a számla 2014. december 31-i állapotát veszi alapul. Alapvetően annak küldünk tájékoztatást az adófolyószámla egyenlegéről, akinek bármelyik adónemen 1000 forintot meghaladó tartozása, illetve túlfizetése van. A folyószámla kivonatok és értesítők mellett egyébként késedelmi pótlék értesítők is érkezhetnek a postában a közeljövőben. A két levél általában egy időben, egy borítékban szokott megérkezni. Késedelmi pótlék értesítőt nyilvánvalóan az az adózó kap, aki valamelyik adónemben késedelmesen teljesítette 2014-ben a befizetési kötelezettségét. Aki tájékoztató levelet kapott, akár postai vagy elektronikus úton, célszerű egyeztetni azokat saját számláival. Ha valamilyen eltérés talál, vegye fel a kapcsolatot az adóhivatallal, személyesen, telefonon vagy az ügyfélkapu segítségével interneten keresztül.